Ezek a felvételek a Dombóvári Szentorsolya Iskola Központ új műhüves sportpályáján készültek. A labda most magányosan, céltalanul áll a pályán. A járványügyi helyzet miatt ugyanis március 8-ától egy hónapon keresztül digitális oktatás zajlik minden iskolában, így itt is. A gyerekek majd áprilisban vehetik újra birtokukba a sportolásra alkalmas modern területet. Ez az egyik fejlesztés, ami Dombóváron valósult meg a közelmúltban. Itt nem állnak le a beruházások, mondja Pintér Szilárd, a település polgármestere. Azt gondolom, hogy az elmúlt év az áttörős éve volt, hiszen tudtunk olyan beruházásokat végrehajtani, amire eddig nem volt lehetőség. Nyilván ez a partnerség egyében történt, hiszen a sportegyesületek TAOS pályázatai mellé az önkormányzat biztosított saját erőt, így közel 100 millió forintos értékben valósultak meg beruházások, amely szinte minden sportágat támogat. Nyilván a működéshez elengedhetetlen kérdés a finanszírozás. Az elmúlt években eddig 30 millió forintot tudtunk erre költeni, és 25 millió forintot költöttünk a TAO részekhez kapcsolódó beruházásokra. Az idén is azt tervezzük, hogy elköltjük ezt az 55 millió forintot. Elsősorban egy picit változtattunk a költségvetésben, 40 millió forint működési pályázatra tudnak pályázni, és 15 milliót pedig a TAO-s részekre. Nyilván hiszem, hogy ezzel a 40 millió forinttal tudunk segíteni az egyesületeken, tekintettel, hogy az elmúlt gazdasági évben a vállalkozások nem tettek szert a jövedelemre, hogy tudnának fordítani erre célra is. A 15 millió forintos beruházás tekintetében pedig azt gondolom, hogyha nő erre az igény, nyilván nyitott a képviselőtestület, és minden beruházás mellé oda fogunk állni, amely még az elmúlt években nem valósult meg, de van rá elnyert TAO-s támogatás. 2021-ben a TAO-s pozitívan változott, hiszen 100%-ban finanszírozza az egyesületeknek az ilyen típusú elképzeléseit, ami nyilván megteremti annak a feltételét, hogy jövőre már működésre több pénzt tudunk fordítani, hiszen a beruházások el fognak az idén készülni, és a tervezett beruházásokhoz pedig már nem kell önrészt biztosítanunk. Ráadásul egy szövetség is alakul a városban, így a sportélet még inkább fellendülhet majd, új irányt vehet. 24 sportszervezet jelentkezett, és meg tudjuk alapítani a sportszövetséget, amely a civil tanáccsal párhuzamosan töltené be azt a szerepet, amit eddig a civil tanács betöltött, hiszen a beadott pályázatok mentén nagyon fontos a sportszövetségnek is a véleménye, hogy melyik szervezetet mi mértékben támogassuk. Azt gondolom, hogy több mint 50 civil szervezet mellé ez a 24 sportszervezet nagyon jól be fog társulni, bizony benne, hogy ez egy jó döntés volt, kedvezően fogadták a sport egyesületek vezetői is, és nyilván ez megteremti annak a lehetőségét, hogy a civilek és a sportegyesületek között meg lesz az átjáratóság, és lesz egy fórum, ahol meg tudják egymásra osztani egymás örömét és bánatát. Ezek a felvételek pedig már az Újvári Kálmán sporttelepen készültek. Itt is számos újdonság várja majd a pandémia után a sportszerelmeseit. Legalábbis az önkormányzatnál mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezt az időszakot a hasznukra fordítsák. Méghozzá úgy, hogy ez idő alatt fejlesztéseket hajtanak végre. Sportnak a megítélése itt a pandémiában elég kettős. Rengeteg rendezvény, verseny, toborzás, ovisedzés, stb. Elmaradt. Viszont ami a pozitív hatása, hogy most lehetőség van arra, hogy rendbe tegyük az ingatlanjainkat. Számos olyan beruházás már zajlik, és folyamatban is van, ami mind a dombóvári sporttal kapcsolatos infrastruktúrát fogja fejleszteni. Itt most, ahol jelenleg állunk, ugye az újonnan elnevezett Újvári Kálmán sporttelepen komplett öltöző és vizesblokk felújítás van. Ugye itt a labdarúgókon túl a röplabdásaik itt a nyári időszakban szintén majd élvezhetik ennek a gyümölcsét. Tavalyi évben ugye sikerült kettő műfüves pályát építenünk ugye a belvárosba. Itt ugye a sportolókon túl az iskolák is majd ennek, amikor ugye újból teljes üzemmódba tudják használni, akkor ők fogják élvezni ennek a főként a gyümölcsét. Itt ugye az egyik műfűves pálya mellett jelen pillanatban egy konténeröltöző egység van beszerzés alatt, tehát ugye két öltöző mellett egy vizes blokk fog elhelyezkedni, és polgármesterről egyeztetve ott egy lelátó rendszert is el fogunk helyezni. Ennek ugye az iskolai rendszeren túl az amatőr sport is majd nyertese lesz. Az Újvári Kálmán sporttelep közel 15 millió forintból szépülhet meg. Elmondható, hogy az öltözők és a vizes blokkok felújítása az durván ilyen 15 millió forintból fog megvalósulni. Ez mellett mi szeretnénk, hogyha az öltözők előtti terület ugye térkövezésre kerülne, illetve itt, amit látunk, a lelátó környékét is szeretnénk
körbe térkövezni, tehát itt egy stadion lelátó felújítás is még hozzá tartozik ez az évhez, illetve a tetőszerkezetnek egy picit ugye a javítása szükséges, és akkor még egy ilyen fejtetővel is ellátnánk, ahol egy ilyen kis kvázi kiülő közösségi teret alakítunk ki ahhoz, hogyha a meccsek végén akkor lehessen beszélgetni vagy összejönni, és tulajdonképpen a röplabdások kezdeményeznék még azt is, hogy tavalyi évben elkészült itt egy röplabda pálya, és szeretnénk mellette még egyet párhuzamosan kialakítani, mert ugye ez egy multifunkciós gondolat, mert a két hosszában elfekvő strandöplabda pályát keresztben pedig strandfocira lehetne használni. Eközben még egy sportosztály is alakul Dombóváron. Egy sportosztály van szerveződés alatt Dombováron. Itt ugye az Eszterházi iskola, a Tolnamegyei Szakképzési Centrum Eszterházi iskolája az önkormányzattal és a Dombovári Focisú Egyesülettel összefogva munkálkodik azon, hogy legyen egy sportosztály, ahol a gyermekek ugye a szakmán túl, főként ugye első körben a labdarúgás területén tudnak majd tevékenykedni, és ott ugye az iskolánál pedig kezdeményeztük, hogy ott is egy olyan névváltozás, vagy egy névjavaslat legyen, ami méltó az ott kigondoltakhoz, és ugye ott a Buzánszky Jenő Sportkomplexum névre hallgató egység alakul majd ki akkor, amikor ugye most már a felújított sportcsarnok mellett az elkészült műfüves pálya és az öltöző egységek, illetve a lelátó is elhelyezésre kerül. Továbbá a Farkas Attila úszoda helyén hatalmas beruházás veheti hamarosan kezdetét. Az idei évben nagyon-nagyon várjuk azt, hogy a kiviteli tervek elkészüljenek, és ugye elkezdődhessen a nagy, grandiózus beruházás itt nem messze tőlünk a Farkas Attila úszoda helyén. Ugye ott egy sport- és szabadidős centrumra már ugye az állam bólintott, és ott már a tervezési fázisban vagyunk, és nagyon várjuk, hogy ott ugye főleg ugye az úszás sport az, ami nagyon várja, hogy megkapja az új úszodáját, és ugye egyéb sportágak is ott majd helyet tudnak majd foglalni. Az úgynevezett TAO-s támogatásokat is igyekeznek hasznosan felhasználni. Számos olyan dologra adtuk be, ami József Attila iskolánál, az Apáczai iskolánál sportpályák, rekordtámpálya, műfüves pálya felújítás, lent a Szuhaj Sportcentrumban villanyvilágítást szeretnénk, hogyha megépülne. Még az sem lehetetlen, hogy ott nagy műfüves pályának a megépítését próbáljuk kivitelezni. Még az idén az Újvári Kálmán sporttelepen az öltözők is elkészülnek. A Tolna megyei szakképzési centrum Eszterházi Miklós szakképző iskolában pedig öltözőket is egy lelátót helyeznek el. A Szuhai sportcentrumban pedig a kisteremben 5 millió forintos állagmegőrző munkálatokat hajtanak végre.